általános, de megpróbálom az akadémiát, hogyha esetleg sikerül, hogyha nem, akkor meg a Bartók konzervatóriumot. Nekem nagyon tetszett ez a műsor, és szerettem volna próbára tenni magamat. Igazából ugyanúgy gyakorlok az akadémiára, ahogy eddig is. Én ugye 13 évesen bekerültem a Zene Akadémia különleges tehetségek osztályába, ahol remélhetőleg Somát is hamarosan felveszik. És azért az eléggé behatárolta egy napomat, mert azért is kellett magántanulónak lennem az iskolában, mert a délelőtt voltak tárgyak. Ugye nem csak zongoróra van, hanem ott van zene, történet, szófűz, zene, elmélet, népzene. Viszont ez rendkívül inspiratív volt számomra, mert végig bent voltam a Zene Akadémia épületében, ami hát egy szentély. Tehát az a lépcsőn, ahol Bartók Béla ment fel, annál a büfénél, ahol Vásári Tamás itt a kávéját, én ott voltam állandóan. Úgyhogy tulajdonképpen leterhelt, de abszolút pozitív élmény volt ez a 14 éves kor, és igazából akkor döntöttem el azt is, hogy egy hatalmas nagy repertoárfejlesztésbe kezdek. Mert állandóan ott lettem az akadémián, és hát a jobbnál jobb zongorákat rendelkezésemre álltak. Igaz, hogy néha kirúgtak egyik teremben, mert elkezdődtek az órák, de akkor mentem a másikba, és tulajdonképpen én reggel 8-tól este 6-7-ig bent voltam, és hát nagyon sok barátra is szert tettem, akik most folyamatosan a pályán vannak, és sikereket érnek el. Úgyhogy ez egy nagyon jó közeg volt számomra. A 18-as koromig egyetlen egyszer sem mentem be iskolába csak vizsgázni. Úgyhogy ez úgy hiányzik, mert nem mentem osztálykirándulásra, nem voltak csetepaték, nem volt ilyen-olyan dolog, de hát helyette volt olyan dolog, ami viszont másnak nem olyan adatik meg, úgyhogy tulajdonképpen nagyon hálás. Délelőtt vannak az órák? Is. Akkor lehet, hogy nekem is magántanulnak kell lennem, már megszoktam egy idő után. Hát biztos nekem is hiányoznak az osztálytársak. Én nagyon boldog voltam, amikor most visszatértem az osztályon, mindenki nagyon gratulált, és ez nagyon jól esett. Nézték a műsort? Igen, mindenki nézte. A buszból jöttek hazafelé, és nézték, ez nagyon jól esett. Ott én nem nagyon ismertem még a komoly zenét, és az óvodában mondták, hogy jött egy zene tanár, és mondta, meghallgatta a ritmus érzékünket, és mondta, hogy iratkozzak be. És első évben én szilofont kaptam, és aztán mondták, hogy válaszok egy hangszert, és én a zongorát választottam, mert otthon volt egy szintetizátorunk, és akkor így jött a zongora. És aztán kezdtem el komolyabbra venni. Utána kerektanár úr bemutatott nekem. Igen, az lehet. Szegeden, hogy itt van egy nagy reménység, ugye, koncert után. Aztán ugye jelentkezett a mesterkurzusomra, a Cifra Fesztivál mesterkurzusára, és ott minden tanár egyébként, a Dráfi Kálmán, Bogányi Gergely és a többi. Mindenki nagyon-nagyon elismerően nyilatkozott róla, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ő aktív egyébként, és eljön a koncertre, meghallgat, jelentkezik, van jövőképe, azt elmondtuk a gétózókban, hogy milyen Isten áldott a tehetség, és milyen jól viszonyul a hangszer, és milyen nagy lehetőség van előtte. De az, hogy valaki aktív is, meg gondolkodik is, meg érdeklődik is, az már jellem kérdése, az nem tehetség kérdése. Nem is beszélve, hogy ő már sokszor jelentkezett, és nem adta fel. Kétszer jelentkeztem ezelőtt is, akkor a tévés válogatóig jutottam be. És igazából most így visszagondolva, nem is tudom, mire gondoltam, hogy én egy kis néger oda kiállok. És nem is volt annyira több darabom, tehát hogy most így visszagondolva nem hiszem, hogy még akkor jelentkezni kellett volna. De milyen jó volt, hogy ez így alakult, nem? Tehát igen. Hiddel, ha akkor tovább jutnék, akkor nem jönnék. Ugye? Miért is ezt mondom, hogy ennek így kellett lennie. Igen. Abszolút. Mi is a címe a darabnak?
Fantázia. Tehát magyarul egy fantázia, és még ráírta az improvizáció. Na most hát ilyen kicsit nagyon konkrétan játszod, mert úgy játszod, mint aki tudja, hogy milyen hangok következnek egymás után. Persze tudod, igen. De pontosan úgy kellene ezt játszani, hogyha nem, mint hogyha nem tudnád, hogy mi következik miután, és ettől egy kicsit, hogy is mondjam, olyan direkté válik, és ennek egy kicsit olyan váratlanul kell éreztetni a közönség és a hallgatóság, hogy mi történik. Nem véletlenül ilyen egymás közeli rám, mert csak leült, és így a közeli hangokat igen. elkezdte keresni, és ugye fel és le, és van egy ilyen alapvető hullámzás, és már a kezdés ugye még bármi lehet.